Részlet a 2019-es Tolna megyei Prima Gálából. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetség által megrendezett díjátadó est az egyik legrangosabb közéleti esemény az országnak ezen a részén. A VOSZ ekkor ismeri el a Prima díjasokat. A program előkészítése hónapokon át tart, idén már fél évvel ezelőtt elkezdődött a munka, és minden készen állt ahhoz, hogy november 26-án pénteken megtartsák a rendezvényt, a járvány viszont áthúzta a terveket. A szervezéssel elkészültünk, tehát minden készen volt, a vendégek meg voltak hívva, a díjazottak ugye meg lettek szavazva, a fellépőkkel megegyeztünk, minden, a vendéglátás készen volt, de sajnos az emberek élete fontosabb. A koronavírus minden korábbinál intenzívebb terjedése tehát arra kényszerítette a szervezőket, hogy elhalasszák a Prima Gálát. Arról viszont nem mondtak le, hogy jövőre átadják a 2021-re tervezett díjakat. Mindenféleképpen meg fogjuk tartani, hát sajnos nem ebben az évben, hanem jövő év elején, február-március hónapban fog az idei Prima Gála lezajlani. A Tolna megyei Prima díjakat egyébként először 2005-ben adták át.